Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez a felvétel megjelenik június 6-án, és ezen a napon új hold van. Ezen az estén tartok egy új hold szertartást, amire e-mailen keresztül jelentkezhettek. Hogy milyen témákról van szó, arról beszámolok az új hold felvételen, egy új hold jóslás, így találod meg a csatornámon. Változtattam ezeken a felvételeken, az új hold és a teli hold felvételeken, mégpedig, hogy kivetem a kártyát, vagy új holdtól a teli holdig, vagy teli holdtól az új holdig. Ez az időszakasz, amit a kártyák mutatnak, hogy mire kellene odafigyelni, vagy milyen változások lesznek. Tehát az asztrológiai előrejelzést kiegészítettem a kártyákkal. És most megnézzük ezen a felvételen, hogy mi az ő gondolata, az felül látható. Az első képen megjelennek a kelyhek, és az jelenti az érzelmeket. Itt látható a vidámság, hogy ő bizonyos dolgokat lezár, kilép egy bizonyos helyzetből, és számára fontos most a nevetés és a vidámság. A nevetés az megjelenik a középső kártyán is, ahol ez a virág látható. De visszatérve az ő gondolataira, az lehet egy ünnepség, lehet egy meghívás, vagy az, hogy találkozni akar másokkal, lehet, hogy veled együtt akar erre az ünnepségre menni, ami fontos számára, hogy meglegyen a jó kedv, ez a vidámság. Emellett a kártya mellett megjelenik a világ. Az jelenthet egy boldog állapotot, amikor annyira boldog, hogy a legszívesebben átölelni az egész világot. Persze ez a kártya, a világ, az jelenthet külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat is. Sőt, az is lehet, hogy tervez veled egy utazást, vagy van külföldön egy ünnepség, lesz egy meghívás, és szeretne veled oda utazni. Amit a világ még jelent, a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, az egyben egy évet jelent, hogy egy éven belül szeretne veled együtt kialakítani valamit. Az nem jelenti azt, hogy egy évig kell várnod rá, hanem ez egy folyamat, és egy éven belül majd meg lesz a stabil párkapcsolat, az ünnepség, az öröm és utazások. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Ott ő védi magát, nem rohan el a kihívások, a nehézségek elől, de előtte a botok, azok jelentik a külső befolyásokat. Ez nem mindig kellemes számára, hiszen látható, hogy harcol, hogy védi magát. De akkor is, ha aktív és tudja magát védeni, vannak olyan pillanatok, amikor nyugalomra van szüksége, az látható bal oldalon alul, olyan, mintha aludna, de ez jelenti a meditációt. Azon kívül a háttérben a szent kép mutatja, hogy miről meditál, hogy mi az elképzelése, és számára fontos a nyugalom. Tehát itt vannak kihívások, amikor ott áll és harcol, de vannak olyan pillanatok, amikor fontos számára a visszahúzódás vagy a nyugalom. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható, ott alul a csónak jelenti a mozgást, a változásokat, ő evez, ő irányítja a dolgokat,
az egyik partot tulajdonképpen már elhagytátok, hogy bizonyos dolgokat le tudtok zárni a múltból. De az új part számodra még nem látható. Ő tudja, hogy hova evez, de te nem tudod. Emiatt jelenik meg a bizonytalanságot középen jobb oldalon. Érzed, hogy vannak döntések, de körülötted ott a felhő. Nem látsz át tisztán a dolgokon, nem tudod, hogy mit akar. Nem tudod, hogy hol van ez az új part. De legyen meg a bizalom. Azon kívül, mivel a szemedbe van kötve, nem látod az eseményeket, így tekints befele, ugyanúgy, mint ő. Meditálj te is afelet, hogy mit, hogyan kellene átélni a jövőben, legyen meg a bizalom. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a virágos kártyán, ez az én ötletem, én írtam azt le, hogy melyik növény mit jelent, de a kártyákat, meg a képeket, azt a férjem készítette. Együtt csináltuk a kártyákat. És ez a növény, ez jelenti a vidámságot, a nevetést, és pontosan ez kell most jelenleg, hogy neves bizonyos dolgok felett. Hogy milyen befolyás van, az alul bal oldalon látható, a gyermekek ott játszadoznak, ők is nevetnek, az anyuka is, sőt még a kutya is vidám. Pontosan ez a vidámság szükséges most az életedben, akkor is, ha vannak még problémák, kihívások, tedd át ezen magad, legyen meg a könnyűség, legyen meg a nevetés. Ami téged konkrétan illet a mai napon, az jobb oldalon alul látható, mint ahogy a kép mutatja, ez a fiatal kis hölgy sétálgat. Lehet, hogy neked is erre van szükséged. Ő még nem tudja, hogy melyik irányba vezetnek az utak, vagy mit akar elérni. Az a fontos, hogy lépéseket tegyen, de nem kellenek most konkrét tervek. Nem kell most túl sokat foglalkozni a jövőt illetően. Meditálhatsz ugyan, hogy mit szeretnél elérni, de így a napokban élvezd a természetet, ezt a sétát, a friss levegőt, és ne az foglalkoztasson, hogy mi volt a múltban, vagy hogyan alakul a jövő, hanem élvezd ezeket a pillanatokat, ami tulajdonképpen ezt a szépséget, a vidámságot, a nevetést nyújtja számodra. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, ennek is nagyon örülnék, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera, most van egy hívásom is, tehát kívánok egy szép napot nektek.